mit mond a szakma? Mekkora a baj? Nagy. <laughs> Igen, sajnos. Hát egyre jobban, ahogy melegszik ugye a légkör is, úgy melegszenek a tengerek is, sőt a tengerek sokkal több hőt elnyelnek ezekből az üvegházhatású gázokból, ugye, amik megkötődnek a légkörben, mint ami fent marad, és ennek hatására melegszik a tenger, aminek nagyon sok következménye van. És akkor ebben, erre rá is térhetnénk, hogy például, amit a, a bácsi is említette a videóban, hogy a halak egyre északabbra vándorolnak, ami azért is problémás, egyrészt a földközi tengerben nem tudnak egy nagyon sokáig északabbra vonulni, mert egyszerűen nem engedi ugye a tenger. De de a többi helyen is, például, hogy az északi tengerben elkezdenek fölfeletolódni, esetleg az őket fogyasztó nagyobb halak, vagy esetleg tengeri emlősök amint odaérnek azért, hogy ugye ők így migrálnak a párzási helyük és a táplálkozási helyük között. És amint odaérkeznének a táplálkozási helyükre, nincsenek ott azok a halak, amiket ők fogyasztottak volna, és ehhez most vagy tudnak alkalmazkodni, és akkor jó, vagy pedig nem. És ugye akkor nekik is el kell egyre jobban tolódni éjszakra, és ez olyan láncreakciót indít be, ami, aminek nem feltétlenül tudjuk, hogy mi lesz a következménye. Abszolút civilként kérdezlek, és ígérem, hogy hagylak majd Zsoltéged téged is szóhoz jutni, de hogy amikor globális felmelegedésről, meg tengervíz felmelegedésről beszélünk, akkor mondom ezt ma már így körülbelül tudjuk, mennyire gyors ez a folyamat ahhoz, hogy mondjuk, és akkor tök civilként kérdezem, hogy így az evolúció lereagálja ezt. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy mondjuk más dolgokat kezdjen enni, vagy ugye halljuk azt, hogy egyes fajok kihalhatnak, de mondjuk lehet, hogy mások pedig, nem tudom, átalakulnak. Igen. Tehát, hogy mennyire tud a környezet rugalmas lenni ahhoz a folyamathoz, amit te tengerbiológusként tapasztalsz. Igen, ez nagyon fajfüggő, és vannak olyan fajok, amik, amik gyorsabban tudnak ehhez alkalmazkodni, és esetleg le tudják követni, például ezek a hal Ugye, akik elkezdtek vándorolni, viszont vannak olyanok, amik, amik, nem fogják tudni, és ez, ez ugye fajtűrő képességtől függ, ezt, ezt nem lehet pontosan tudni, ahhoz még nincs elég adat. De, de ebből a szempontból is nagy a baj, mert nem lehet pontosan látni, hogy, hogy kik lesznek azok, akik ezt le tudják követni, és kik azok, akik nem. Az már látszik, hogy ki van a legnagyobb bajban? Vagy most például ki az, akit menteni kell? Vagy melyik faj az? Hát, egyébként a tengeri emlősöknél már van egy-kettő egy olyan, aki nem feltétlen talál úgy élelmet. És ugye, ahogy mondtam is, ők így migrálnak, a táplálkozási helyüktől a párzási helyükre, és ugye amikor így a párzási helyről indulnak fönt, pont elég kevés energiájuk van ahhoz, és nagyon nem esik az jó, hogy ott nincs semmi, amivel ezt fel tudnák tölteni az energiaraktáraikat, úgyhogy őket, őket én mindenféleképpen mondanám. Illetve azt is megemlíteném, hogy azok a halak, akiknek a helyére megérkeznek ezek a vándorlóak, azok szintén problémáma lesznek, mert nagyobb lesz a verseny a, a meglévő erőforrásokért, élelemért, algáért, stb. illetve ezek a halak esetleg olyan betegségeket hoznak be az ő számukra, amikkel ők nem találkoztak. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex, komplex probléma.